A kétszeres BL győztes és ezáltal dupla-triplát bemutató győri Audi Eto KC a tripla-triplára hajt ebben a szezonban. A női kézilabda NB1 bajnoki nyitányán a zöldmezes címvédő és a holt szezonban 7 új játékost igazoló Audi Eto azt a Békés Csabát fogadta, amely jobbára utánpótlására támaszkodik ebben az idényben. Nos, a két csapat közti tudásbeli különbség az első negyed órában még nem volt szemmel látható, bár a hazaiak ekkor is végig vezettek, a viharsarkiak pedig jobbára csak egyenlíteni tudtak. Utoljára 4-4-nél, ezt követően két góllal elhúztak Orbánék, majd Avar György időt kért. Vesztére, mert a folytatásban majdnem állva hagyta együttesét az Eto, és a félidő hajrájára már csak az volt kérdéses, mikor lesz meg a 10 közte. Nos, ez csak a második játékrészben jött össze 18-8-nál, de azzal, hogy jól működött a védekezés, Herr Orsolya valósággal lehúzta a rolót, támadásban pedig termeltek a hazaiak, 10 perc alatt el is döntötték a meccset, mert nem engedtek gólt a csabaiaknak. A folytatásban aztán komplett sorokat is cserélt Ambros Martin, ez sem zavarta meg a csapat gépezetét. A hajrára már 20 is volt közte, ezt kozmetikázták kissé Valfisék 35-17-re. Boldog vagyok, mert nyertünk, és ez a legfontosabb, mondja a meccsen 7 találatig jutó Susan Müller. Jól működtünk, mint csapat, és annak is örülök, hogy nekem is jól ment a játék. Az Eto a következő fordulóban mindjárt a hétvégén az MTK otthonában vendégeskedik vasárnap este.